Félni kell az Istent. Isten a duddék közvetítésből. Micsoda torsz képet kaptok lényemről, amikor úgy állítanak szemetek elé, mint a harag és bosszú állás istenét, mint írgalmat nem ismerő szigorú bírót, aki mindig csak büntet és elítél, de kegyelmet nem gyakorol. Az ilyen istentől csak féltek, és félelemből engedelmeskedtek neki. Parancsait csak a büntetéstől való félelemből teljesítitek, de soha nem szeretitek úgy, ahogyan akarja, hogy szeressétek. Tehát, amíg ilyen képet alkottok rólam, addig nem jártok az igazságban. Még a szellem sötétjében vagytok, célotokat nehezen éritek el, és nem találjátok meg az egyesülést velem. Egyesülést csak a szeretet tud létrehozni. Én a szereteteteket, a legteljesebb bizalmatokat akarom megnyerni. Azt akarom, hogy hűséges atyátoknak ismerjetek meg, aki a szeretetben akar szoros kapcsolatban lenni gyermekeivel. Ezért kell helyes képet kapnotok rólam. Az igazságot kell megtudnotok lényemről. Azt, hogy önvalomban vagyok a szeretet, a bölcsesség és a hatalom. Magam vagyok a legnagyobb tökéletesség. És amikor érzitek, hogy szeretetem, ami teljesen a tiétek, átölel, akkor szeretni is tudtok. Féltek attól az Istentől, aki büntet benneteket, amikor vétkeztek ellene, de szeretné nem tudjátok. Én viszont nem büntetek, hanem mindig csak segítek, hogy kikerüljetek bűnös állapototokból, amihez erőt és kegyelmet adok, hogy meg tudjátok tenni soha nem taszítom a mélységbe, soha nem küldöm kárhozatra, aki vétkezett és bűnös lett, sőt, azon próbálkozom, hogy felhúzzam a mélyből. Szállom, mert maga vette útját a mélység felé. Szeretetem tanúbizonyossága minden eszköz, amit arra használok, hogy a bukottat, a bűnössé váltat, magasba emeljem. De ezt sohasem büntetésből teszem. Mert a szeretetemmel összeegyeztethetetlen lenne. Ne adjatok hitelt soha az olyan tanításnak, ami bosszúálló és büntető Istennek állít elétek. Ezért, mint téves tanítást utasíthatjátok vissza az örök kárhozatról szóló tanítást. Terempenyeimet nem én vetem kárhozatra, hanem a maguk szabad akaratából törekszenek a mélységbe. Én mindig a szabadulásukon dolgozom. De igazságosságomat nem lehet félretenni. Ez annyit jelent, hogy az örök boldogsággal nem ajándékozhatom meg azt, aki eközben szabad akaratból eltávozik tőlem, és a mélység felé törekszik. Szeretetem és irgalmam annyira nagy, hogy minden bűnétől eltekintek, ha a lény szabad akaratból odaadja magát nekem akkor eltörölhetem minden vétkét, mert az ember Jézusban ezért ontottam véremet. Tehát a bűnadóság eltörlődött, ahogyan azt az igazságosság megköveteli. Jézus a hangból Nincs büntető Isten, de ez nem jelenti azt, hogy a bűn ne hordaná magában a büntetést is. Isten nem oka, de feltétele annak, hogyha valaki ellene van, akkor értelmetlen, természetellenes az élete, és ezt nem lehet józanul kibírni a senkinek. Vagy súlyos betegség, vagy a narkotikumnak valamilyen formája feltétlenül megjelenik. Ha megvizsgálod szenvedésed okait, magad is rájössz, hogy egyik mögött sem az Isten áll. Szenvedéseidnek oka mindig vagy a te magatartásod, vagy másoknak a magatartása. Istené soha. Azt pedig verjétek már ki a fejetekből, hogy a végtelen szeretet bárkit is büntetni akarna. A kívülről jövő büntetés mindig tudatlanság következménye. Isten azért nem büntethet senkit, mert nem kívül van a teremtményein, és értelmetlen lenne részéről, ha bántani akarna bárkit, amikor belülről látja, hogy önmagának árt az, aki tudatosan rosszat tesz. Az angyal válaszból. A büntetést és a jutalmat önmagatokban hordjátok. Ha betöltitek mértéketeket, növekedtek. Ha nem, sorgattok.